Néhány óra múlva a Kínókáféban kezdetét veszi a pécsi All Stars gála. A fellépők között van többek között a Mad Jam együttes is. A formáció egyediségét az adja, hogy élőzenével kísérik a breaktáncosokat. Lássuk őket! Táncosokat kísérő zenekar, inkább a táncosokat kell nézni szerintem ebbe a helyzetbe. Ez nem rólunk szól, hanem a táncosokról, mi a zenei alapot adjuk hozzá. Ez az újkornak a néptánca lehetne, de hát nem mindenki brékel, de ugyanaz a dolog, csak városba történik, mondjuk Amerikából indul, és tehát az, hogy zenélünk és táncolnak. Ennyi volt különben a párhuzam. Mad Jam zenekar néhány éve alakult, Amerikából származó 70-es évekbeli zenéket játszunk, mégpedig azért, hogy erre táncosok breakeljenek. Nagyon érdekes fúzió alakult ki pécsi breaktánc csapatokkal, vannak az öregek és a fiatalabbak, két csapat van. Hát igazából ezek már ilyen egészen gyermekkorba visszanyúló kapcsolatok. Ez a műfaj az elengedhetetlen, a ritmus, a pontos, feszes ritmus. Ezt biztosítja Zentai Peti és Kerekes Kornél. Peti dobol, Kornél basszusgitározik. Ezen kívül van kettő gitárosunk, az egyik a Bojtor Jani, a másik én volnék. Van egy perkásunk, aki különböző szintén ritmus hangszereken játszik. És van egy lemezlovasunk is, Blaze, illetve legifjabb tagja a csapatnak Messi szaxofonon és mikrofonnal. Elég vegyes a közönség, aki éppen oda talál. A legkülönfélébb helyszíneken játszhatunk már. Játszhatunk sportcsarnokban, ilyen ifjúsági rendezvényen, Sporttal az erőszak ellen néven is volt. Ugyanakkor a Széchenyi téren is játszottunk már, és ott aztán tényleg a 0-tól 100 éves korig mindenki jelen volt. Én végül is ezt fanatizmusból csinálom. Élsport szinten csinálsz, mert minden nap edzünk 2-3 órát. Az egészből megtanultam, amit nem az, hogy elértem szintet, hanem maga a mozgás kultúra szintjén, amit meg tudtam tanulni, és ki tudtam mozni a testémből. Erre vagyok majdnem a legbüszkébb az egészből. Más helyeken igazából több lehetősége van az embernek, mindenféle téren.
Hát szerintem Magyarországon annyira nem ismerik el ezt a dolgot, de hát azért nyomatjuk. Mi is azért kezdtük el annak idején ezt a breaktáncot, mert egy, ahonnan mi jöttünk, abból a városrészből, ott ennek már nagyon régi hagyományom, és ezt mi láttuk gyerekkorban, hogy ott csinálták meg innen, később megkapcsolódtunk az idősebbekhez. Versenyeknek van több fajtája, minden vannak kicsit populárisabb, vannak underground versenyek, vannak ilyen jamek, ahol végül is párbaj szinten megy az egész, akkor hogy mondjam, egy face-to-face kiválasztja az ember a megfelelő társát a körbe, és akkor megméretteti vele önmagát.